Elsőként a házigazda klub sportolói vonultak be a Csallóközi Kupa ünnepélyes megnyitójára. A dunaszerdahelyiek 20 fős csapattal szálltak versenybe. A rendezvény sikerét bizonyítja, hogy a viadal lassan kinövi a sportcsarnokot, a létesítmény ugyanis több sportolót már nehezen tud befogadni. A dunaszerdahelyiek ezúttal is nagyon készültek a hazai megmérettetésre. A dunaszerdahelyi birkózó klub életében az év versenyének számít a Csallóközi Kupa. 7 országból jöttek csapatok, 160 versenyző, diákok, serdülők, kadett és junior korosztályban méretetik meg magukat. Külön öröm számunkra, hogy elfogadták a meghívást. Horvátország, Lengyelország, Csehország, valamint Magyarország és Szlovákia kadett válogatja, és nem utolsó sorban természetesen a román válogatott is először vesz részt ezen a nemzetközi viadalon. A magyar válogatott a Csallóközi Kupát egy válogató versenynek szántott, ami annyit jelent, hogy azokban a súlycsoportokban, amelyben még nem dőlt el a válogatott személye, aki részt vesz a bosznia-hercegovinai Európa-bajnokságon, az mai nap folyamán fog eldőlni. Aki nyer, az utazik Boszniába, és fogja képviselni a magyar válogatottat az Európa-bajnokságon, de ez elmondható ugyanúgy a szlovák válogatottról is. A közönség látványos akciók sorozatát láthatta a nap folyamán. Többek között a magyar válogatott tagja Horváth Gyula részéről, aki a kadettok 69 kg-os mezőnyében a második helyet szerezte meg. A fiatal sportoló hamar felismerte a birkózás lényegét. Nem ütni, vágni kell az embert, hanem kell oda egy technika, kell oda agy, kell oda fizikai erő, stb. És ez nagyon meg tudja fogni az embert, hogyha egyszerűen beleszerelmesedik a birkózásba. Az edzőim azt mondják, hogy erős vagyok, de igazából technikát azt nem nagyon tudom, szóval azt még kicsikét fejleszteni kell. Én Miskolcról most átmegyek a fővárosba, Budapestre, mert hívtak oda egy iskolába, és ott fogok tanulni és edzeni. A viadalon részt vett a horvát lánykadett válogatott is. A lányok egyre több sikerrel büszkélkedhetnek. Su dobre, evo, sa svakog turnira, ili su prve, ili su druge, tako da ja sam zadovoljan. Pa je, mada žensko hrvanje svagdje u svijetu malo manje zastupljeno nego što treba u odnosu na muške, ali se to diže svake godine sve više i više, tako da sad smo zadovoljni. I koliko nas ima i širi se to sve više i više, tako da evo, dobar turnir i evo, volimo dolaziti tu i mislim da ćemo i sljedeće godine doći, isto sa ekipom ovdje. A házigazda klub Juhász Mária, Kovács Ferenc Dániel, Bazsó Marek, Gál András, Darvas Patrik és Hakszer Balázs első helyének köszönhetően 6 aranyéremmel zárta a Csallóközi Kupát. A csapatversenyt a dunaszerdahelyi birkózóklub nyerte a magyar válogatott és a pozsonyi Dunajplavba előtt.